Lépcsőházban maszturbál egy szatír Pozsonyban, a lakók rettegnek. Ajtószexuális, képzeljük, hogy járja a csávó lépcsőházat, és kényezteti magát. Elolvastam a cikket, és ugye ez volt benne, hogy rettegnek a lakók, mert a gyerekeik, gyerekeik miatt. A férfiakhoz szólok, tehát hogy tényleg nincsen, aki odaáll, és azt mondják, hogy fiaj, csávókám, még egy ilyen, és akkor... És akkor mi rángatjuk és akkor neked? Ne, vagy nem lesz mit megrángatni többet, ugye a legjobb a cikkben, hogy először azt hitték, hogy valami mi, hogy madár szállt be. Azt hitték a lakók, hogy egy madár repült be a lépcsőházba. Milyen hangokat adhatott ki, hogy a madárnak hitték? Ki kell röhögni, és akkor nem tudom, tehát ugye hangoskodva szórakozni kell rajta, de alapvetően azért én egy nőnek se kívánom, hogy egyedül találkozzon a sötét sikátorba egy ilyen őrült. Tehát börtönbüntetést a szatíroknak, letöltendőt, legalább 5 évet.